Sziasztok! Ebben a videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan tudtok a DJI Mavic Pro drónra biztosítást kötni. Mielőtt belevágnánk, azt tudnotok kell, hogy a drón aktiválását követően 48 órátok van megkötni a biztosítást. Ez nagyon-nagyon fontos, erre nagyon figyeljünk oda. Mert ha beaktiváljuk a drónt, eltelik 48 óra, utána nem fogunk tudni biztosítást kötni az eszközre, jó? Erre nagyon figyeljünk oda, ez nagyon fontos. Az aktiválás onnantól számít, hogy bejelentkeztek a DJI GO 4 alkalmazásba, és a varázsló segítségével végigmentek a lépéseken, és a végén megkérdezi, hogy aktiválod, és rányomsz, hogy aktiválod, onnantól indul a 48 óra. Nézzük is meg, hogy mi a teendőnk. Fellépünk a DJI.com weboldalra, beloginolunk. Beírjuk az ellenőrző kódot. Benn is vagyunk a weboldalon. Megkeressük a kárt, meg is van. Kikeressük a számunkra aktuális drónt. Jelen esetben az a DJI Mavic lesz. Itt látható a szerződési feltétel, ahol leírják, hogy mit vállalnak a biztosítás keretén belül. Rányomunk, hogy buy now. Ide beírjuk a drónnak a szériál számát, amely az akkumulátor kivételét követően láthatóvá válik. Jó, beírom a széria számot. Itt írja is az első pontban, hogy brand new, tehát új eszközre lehet kötni. És a második pontban, amit már említettem nektek, hogy activated less than 48 hours, hogy aktiválást követően 48 óra rendelkezésre, hogy megkössük ezt a biztosítást. Submit. Jó, itt kiírja a gépnek a típusát, a sorozatszámát, itt meg kell adni a nevünket, e-mail címünket és a telefonszámunkat. Submit. Megyünk tovább. Jó, itt van egy olyan, hogy szállítási leírás. Itt meg kell adni egy szállítási címet, ahová a cseredront fogják küldeni probléma esetén. Itt két címet is megadhatunk, egy fő címet és egy opcionális másodlagos címet. Jó, következő lépés, hogy szeretnénk fizetni, hát mi most online fogunk fizetni, és az online payment-en is van a rádiógomb aktiválva. Kiírja, hogy ez 119 euró lesz, mi ezt elfogadjuk.
Jó, tovább is dobott a fizetési oldalra. Itt megadhatjuk, hogy bankkártyával vagy PayPal-on keresztül szeretnénk fizetni, mi most a PayPal-t választottuk. Jó, be kell jelentkezni a PayPal accountunkba. Ezt meg is teszem. Jó, nekem be van állítva a PayPal-ra egy két lépéses hitelesítés. Ide beírom a kódot. Continue. És benn is vagyunk. Jó, és ha mindent rendben találunk, akkor Pay Now gombbal tudjuk ezt elfogadni és jóvá hagyni. Jó, és készen is vagyunk. Kiírta, hogy sikeres vásárlás, összeg, és van egy Transaction ID-nk, amit nem árt jól elrakni. Köszi szépen, hogy megnéztetek! Sziasztok!